Sziasztok! A mai videóban annak járunk utána, hogyha a helységekre rámentek, és belekottintotok egy helységbe, akkor miért van az, hogy egy címke is megjelenik vele? Legegyszerűbben ezt a plusz címkét úgy tudjátok kikapcsolni, hogy itt a helység menüjében van egy A1-es kis ikon, ezt kikapcsoljátok, és ha visszavonom, és újra belerakom, akkor már nem jelenik meg. De nem egy olyan rossz funkció, hogy címkét rendel hozzá a helységünkhöz, tehát nézzük is meg, hogy ezt hogy lehet a legjobban kiaknázni. Ez nem régebben került bele az Arikedbe, és az alapbeállítás is így hozzá elő legtöbbször, legalábbis telepítés után nálam így jelent meg, hogy hozzá rendeli a címkét. Tehát itt már sejthetünk, hogy valami gondolatiság van a háttérben. Ez nagyon hasznos olyankor, hogyha a tervünkben egyszerre kell minimális címketartalmat és maximálisat is egyszerre megjeleníteni egy helységre. Tehát tudunk olyan nézetet csinálni ezzel, hogyha lekapcsoljuk az automata pecsétet modellnézetben, tehát nézzük is meg, hogy ez hogy történik. Lekapcsoljuk a modellnézetben az automata helységpecsétet. Rámegyünk, hogy helységpecsétek megjelenítéséből kivesszük a pipát, rányomunk, hogy oké. Tehát most nem jelent meg. Ilyenkor nagyon hasznos, ha beállítjuk a címkét. Tehát, hogyha hozzárendelünk egy helység címkét a helységhez alapból, ugye így könnyű lehelyezni, de utólag is hozzá tudunk rendelni. Rámegyünk, hogy címkék. Menüpontban kiválaszthatjuk így itt a helység címkére. Körülbelül a címkébe teljesen ugyanazt tudjuk beállítani, mint ha a helység pecsétbe mennénk be, és ott az automata a feliratát állítanánk be. Szóval kb. Teljesen ugyanaz. Rámegyünk, és különböző fajtáját ezeknek be tudjuk állítani, attól függően, hogy éppen mire van szükségünk. Tartalom, minden nézet, szeretnénk keretet, tényleg attól függ, hogy mi a követelmény, milyen részletezettségi szintet szeretnénk elérni. Van egy ilyen kis kósza tulajdonsága, hogy az első sort is más színre veszi. Ezt itt, ha a címke egyéni beállításaira tovább mentek, akkor itt ki tudjátok pipálni, hogy ezt ne csinálja. Szóval rámentek, hogy oké. Okay. És itt is kb. Ugyanazt megpróbálom. Látványosságra legalábbis, hogy valami hasonló legyen. Tehát tudunk csinálni egy olyan nézetet, hogyha ezeket külön fóliára rakjuk, és nézetekhez ez külön fóliát rendelünk hozzá, hogy egyiken részletesebb, másikon kevésbé részletes felirata legyen ugyanannak a helységnek. Nézzük is meg például, hogy tudjuk ezt külön nézetbe menteni. Tehát a nézettérképre megyünk, ez itt a tervtérkép mellett van. Itt tudunk új nézetet csinálni, de az egyiket egy olyan fóliára rakjuk, ami nincs felkapcsolva, tehát az egyiket mondjuk a rejtett fóliára rakjuk rá, és a rejtett fóliát kikapcsoljuk. A Ctrl-R-re rányomunk, megjelennek a fóliák, ott a rejtettet kikapcsoljuk, és látjuk, hogy csak az egyik pecsét látszik, ezt elmentjük. Aktuális nézetmentése. Ha viszont ugye fordított helyzetben vagyunk, a másiknak kell látszódnia, akkor ugyanúgy a rejtett fóliát, amire az egyiket ráraktuk az előbb, azt felkapcsoljuk, és a másikat rakjuk át olyan fóliára, aminek
nem kell, hogy látszódjon. Ezt mondjuk a helyiségre rakjuk rá. Erről is tudunk menteni egy nézetet. Ez nagyon gyors talpaló, nyilván a nézetmentésnek ennek vannak külön pikantériái, de látványosan így lehet gyorsan bemutatni. Tehát egyik nézetnél egyik féleképpen, másik nézetnél másik féleképpen feliratozzuk ugyanazt a helységet. Üdvözlöm az új feliratkozókat! Köszi, hogy csatlakoztatok a csatornához. A téli szünet végén most újra lesznek majd videók. Sziasztok!